Mint emlékezetes, a Mombach kúria rekonstrukciója folyamatosan jó ütemben halad, mely munkák anyagi hátterét, pályázati pénz és saját költségvetés biztosítja. A rekonstrukciós munkákkal összefüggésben merült fel a Pentele városrész régi központjának visszaállítása is hogy ez maradéktalanul megtörténhessen, szükségessé vált a magyar úton az orosz, illetve a szovjet katonai temetkezési hely áthelyezése is a városi köztemetőbe. Ezen munkálatok jelenleg is folynak a Honvédelmi Minisztérium hat történeti intézet és múzeum szakembereinek jóvoltából. Most a közgyűlés a munkálatok hátterét és folyamatosságát biztosította azzal, hogy biztosította a bontási, az exhumáláshoz szükséges feltárási munkák finanszírozását Szerződést kellett kötni a Dunói városi köztemetőben az orosz katonai emlékmű felújítására vonatkozó feladatokra is. Orosz Csaba terület önkormányzati képviselője, illetve a munkálatok koordinátora a közgyűlésen elmondta, hogy a feltárást végző szakemberek tájékoztatása szerint jól haladnak. A Honvédelmi Minisztérium kérése volt, hogy kegyeleti okokból a feltárási munkálatok végéig zárják ki a nyilvánosságot, a munkák végeztével részletes tájékoztatást fognak adni.